Sziasztok, Zuzoka vagyok. Folytatjuk akkor a Witcher 3 Hearts of Stone végigjátszást. És ezen túl így lesz sajnos, hogy ha egy kicsit mozorog, akkor a széknek a nyikorgása be fog hallatszani. Bocsi. De így nekem most ez jobb. Nektek nem, tudom. De nekem ez így most jobb. Oda kell figyelnem az ülésre. Oké. Okay. Fölküldi. Biza. Shaneyvel fogunk fölküldizni. Nem úgy. Ne gondoljatok semmi erotikusra. Az nem azt mondtam, hogy rosszra. Tehát ez miért lenne rossz? Nem. Dolgozni fogunk. Csinálják a fölküldetést. Aki esetleg nem tudná, most a napokban már nézhető a Star Trek Discovery, ugye? Igen, Discovery alcímmel ellátott új Star Trek sorozat. Hurrá! És persze nagyon sok kritikát meg lehetne fogalmazni, gondolkodok is azon, hogy elkészítek majd róla egy felvételt, nem csak a filmmel, a új sorozattal kapcsolatban, hanem ugye egyáltalán a Star Trek univerzummal kapcsolatban. De én mindig úgy vagyok vele, hogy a francnak. Formáljátok véleményt ti magatok. Oké. Ezt fogjuk tenni. Tehát, hogy találkozunk Shaneyval. A húha jó messze van. Ott van fönt. Igen. Akkor bizony gyors utazni fogunk. Everek családi kripta előtt voltunk már ott, úgy emlékszem. Azon gondolkodom, hogy készüljek föl valamire? Hát a franc se tudja. Én még azt is ki tudom nézni a játékból, hogy semmi harc nem lesz. Én még azt is el tudom képzelni a játéktól. Miért ne? Nem fontos mindig harcolni. Üljünk össze, barátkozzunk, italozzunk, együnk, ígyunk. Ne harcoljunk. Igen. Hoppá. Mit történt itt? Szegény paci. Akkor voltam itt. Nem pont mostanában voltam itt valamikor? Annyira rémlik ez a hely. Itt volt valami griffünk. Vagy mi a franc. Aha. Haha. Pont az előző részben voltam itt, srácok. Oksa, Zsóka. Menjünk. Ja igen, még nem raktam vissza a modot. Elfelejtettem, mint ahogy azt is elfelejtettem, hogy még mindig nem töltöttem fel a YouTube-ra a múltkor fölvett részt. Ne jegyetek meg, még ez a hét van. Tehát, hogy még ez a hét van. Valószínűleg, hogy akkor hétvégén lesz élesítve. Magától ugye nem mászik fel a YouTube-ra, nekem azt intézni kell. De elfelejtettem, mindig elfelejtettem. Mindig elfelejtem, hogy föl kell tölteni. Általában ugye reggel vagy este szoktam föltölteni az anyagokat. Akkor jut eszembe, végső soron. Hű, milyen. Ja, hogy azt csak a vízesésnek a vízpermete. Tehát, hogy akkor jut leginkább eszembe, napközben biztos, hogy nem. Meg hát nincs is időmre napközben. Legalábbis azokon a napokon, amikor ugye valami tennivalóm van. Na mindegy. Ne aggódjatok, hétvégén majd nézitek a Witchert. Sőt, mire ezt már meghalljátok, mert biztos, hogy mi is néztétek. Na jó, nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből mi fog itt kikerekedni. Elindítottam a felvételt? El. Jól van. Jó, hát ez a hosszú évek rutinja most már. Nem is tudom, hogy hány éve van meg a csatorna. És már csak beleivódik az emberbe ez a reflex, hogy elindítja a felvételt.
No! Biztos valami Lidérc elleni koszorú lesz, vagy valami ilyesmi. Never seen this side of you. What side is that? How do I put this? Your romantic side? Used to seeing you surrounded by bandages and medicine vials, often covered in blood. Well, that's because you usually come round while I'm at work. Off duty now. Waiting for you, weaving a garland for the wedding. Blackfish? Didn't know you were getting married. Not mine, silly. My friends. Ja, igen, volt neki egy esküvői meghívója. Akkor mégsem Lidércelni koszorú. Would you go with me? Szívesen, persze. Szóval te hirdettél. Láttunk milyen hirdetést? Lehet elképzelhető, de nem rémlik. Csak akkor, ha volt is, akkor kutyafuttá van. Na jó, szívesen. Hogy ne mennénk el Langziba? Sure, why not? Wonderful. So, it's a date. Remember to bring the censer? Of course. Some soldiers nearly caught me slipping it into my satchel. Wasn't sure what you needed it for. So I also took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. Thanks. Might come in handy. Valamivel meg kell halni. Új tárgyat kaptál füstölő. Let's go. Let's go. Jól van, de még akkor kis pillanat. Ne kapkodjál, kedves Sini. Nézem azt, hogy rakjam be azt a füstölőt a zsebembe szerintetek? Készítsen be, vagy... Vagy azt magától? Aha, ott van, küldetési tárgyak. Füstölő, mert például most a morváltülök helyére simán belekapom. Kizár dolog, hogy a föld alatt ugye ilyen repkedő. Yeah, too bad it's falling apart. The family hit on hard times. No coin to splurge on such luxuries. Nézzük meg még egyszer a térképet, srácok. Lányok. Arra próbálok rájönni, hogy most voltam itt, vagy nem voltam. Na minden mindegy. Így most hirtelen nem tűnik fel. Azt tudom, hogy volt egy olyan helyszín, amit így nagyon körbejártam egyszer valamikor, és nem lehetett sehol sem bejutni. Tehát valamikor itt voltam, az biztos, hogy arra nem emlékszem már tényleg, hogy bent jártam én. Ez a szipi-szupi. Halott ember mulatsága. Várjatok, hát igen, csak-csak nem harcolni kell, mulattatni kell őt. Ahhoz viszont meg a franc se tudja, hogy hogy készüljek föl. Én nem vagyok egy nagy mulattató. Sőt, most ugye a esküvő kapcsán eszembe jutott az is, hogy én nem nagyon szeretek esküvők sem járni, srácok. Tehát én annyira ilyen magamnak való vagyok, hogy nagyon. Tehát nem azt mondom, enni szeretek, inni szeretek, de hogy ott mulassak, értitek? That looks just a little too creepy for me. Don't have to come if you don't want. Wait here. I like that idea. If there's any trouble, just yell. Jó. Ácsi, nézzünk egy Witcher érzéket. Nem rémlik srácok, hogy én itt jártam volna bent. Be lehet csapni a játékot? Aha, innen nem jutok tovább, az biztos. Ó, gondoltak itt a játék készítői mindenre. Ott nem fogja elkapni Geralt a peremet. Igen. Szerintem, tehát gondoltak szerintem mindenre a játék készítő. Hát még, aha, oda amúgy is hiába ugrok át. Még lehet, hogy még be is keverednék valami. Tehát beragadna valahova a karakterem. Várjatok, viszont itt a fa... Ah, szerintem nem.
Nem lehet végigsétálni itt a fának az ágain. Sőt, még a leges legelején valamikor ugye volt olyan probléma is, hogy átlőtt a fán, jó nagy törzsű fán a íjász. Na, minden esetre úgy szívesen körbenéznék. Ugye mi most ebbe a részbe jöttünk be. És még lenne itt is további rész. És itt most nem is lehet bemenni, jó? Na, oké. Ha adjuk a pitchbe, menjünk tovább. Jó, bevallom nektek, félek bemenni a kriptával. Nem vagyok én fölkészülve, hogy mulattassa. Na, jól van. Árd az itt most semmit nem fog érni. Mágikus csapda, ha kell esetleg. Aztán, hát lehet, hogy majd, hogyha lesz valami akció, akkor... Várjátok? Igen, most a fákja van nálam alapból, szipi-szupi. Tehát, hogyha lesz... harc, akkor majd idő. Tehát, hogyha kell bármilyen is bekenni a kardot olajjal, értétek, bármilyen, akkor majd akkor. El tudom képzelni, hogy még mire odaig eljutunk a... Hoppá. Ez valami pénz. Jó, hát nektek már úgy sincs rá szükségetek. Ho-ho-ho-ho-ho, ott van valami kék. Kenvillogó akármicsoda. Haladjunk sorban. Először is... jó, szedjük fel. Tehát szépen sorban átkutatjuk ezt az egész föld alatti ho-ho-ho-ho-ho komplexumot. Itt ennyi is volt. Kíváncsiságból gyorsan megnézem ezt a kardot. Hó, nem is rossz amúgy. Ó, nem is rossz! Ó, nem is rossz! Természetesen nagyon le van amortizálva. De plusz 100 páncéltörő, és jelekre kapunk sokat. Az árjelet szeretjük, ignijelet szeretjük. Kritikus égés okozás esélye, teli vagyunk ignikkel. Viszont hát annyi, hogy majd ugye megint el kell menni a rúna műveshez, és akkor ezt is megcsináltatni. Meg akkor elmenni a köszörűshez is, ó. Jó. Egyelőre nem cserélem le, már csak azért is nem. Acélfegyver. Most nekünk arra nincs szükségünk. Itt most nagy valószínűség szerint ez is, ha lesz szükség, akkor ez is kardra lesz szükség. Jól van. Oké, és akkor majd oda megyünk le. Miután benéztünk ide is. Ó, nem áll zárva, de miért? Zárva is kulcs kell hozzá. Kíváncsiságból kínáljuk meg egy árnyal. Nem, semmi. Jó, vissza ide. Jó, kulcs kell hozzá. Talán megtaláljuk majd a kulcsot. Ohoho. Hopp, 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 hopp. Igen, ezt én is tudtam, én is tudtam, én is tudtam. Ó, ja, nem raktam vissza. Nem raktam vissza Irdenre? Srácok, biztos? Jó. Menj. Rakd el a Falkert, Geralt. Ez az. Valamiért nem nagyon akart elrakni egyből a Falkert, Geralt. Mi a büdös franc van, gyerekek? Tehát ott vagyok, hogy Irden, mágikus csapda. Na most, nem tudom, hogy én vagyok ennyire béna. Higgyétek el nekem, hogy pedig nagyon alaposan csináltam, pláne másodszorra. Ó, egy kicsit... kicsit hangos a játék. Oké.
nem túl erősek a lidércek, de úgy gondolom, hogy most már eléggé leverték a... Az a baj, hogy elkap a rohadék. És utána nagyon sokat rám csap. Jó, vissza. Megvan, megvan. Last of the surprises. Sure hope so. Jó, hát gondoltuk. Gondoltuk, hogy lesz valami. Aj, a francba. Gondoltuk, hogy lesz valami. És te például mi vagy itt? Vizsgálat. Ott is van valami. Kék. Jó. Ott menjünk majd tovább. Ú, de ez jó nagy lesz. És érdekes, hogy a felket is olyan sután rakta el. Tehát olyan, nem tudom, olyan mintha nem mindig reagálna a gombokra a játékos nekem. Na jó, vizsgálódjunk, srácok. Votive fire, lit in honor of the dead, old custom. Van nekem egy olyan sejtésem, hogy itt még tovább megyünk. Hol van? Itt van. Igen. Ho-ho-ho-ho-ho. Kell korona. Probably shouldn't touch that. De csak a kard volt. Vladimir von Everek, son of Bohemir and Christina. There you are. Now for the ritual. Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. Amit nekünk mond. Jó. Tehát, hogy amit nekünk mutat is a térképen a játék. De mi lenne, srácok, hogyha... Hát... Nézzetek, visszaáll! Így ugyanúgy csinálom. Life and death, fire and blood. Arise as a friend, for I am no foe. Valamiért most meg megint nem működik a mágikus csapda. Valószínűleg, hogy a kezembe van. Aj, ne, nem tehetem meg. Jó, menjünk, srácok. Tehát... Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Ilyen furír most nekem, hogy a... Witcher érzékek működnek? Azok működnek. And walk midst the living, ye who have departed. Ott is van. Arise as a friend, for I am no foe. Arise from the dust, ye whose blood I have túl brought. Szájbarágos a játék. Tudjátok, mindent mutat. Még véletlenül se bénázzál el semmit. GPS jellel. Jaj, hol marad a felfedezés öröme? Na jó, megváltozott a világ. Ezt tudomásuk kell venni. Na. Aranykorsó. Aranytányér. Most jött a gyertya, de ezeket gyorsan felvesszük. Ezeket gyorsan, rubinos aranygyűrű. Meg ott is van valami. Na. Jó, főgyertya. Rakjuk el a... Aha, ezt most visszarakjuk, felkjára. És most írdem. Aha, most működik. Ott valószínűleg, hogy el kellett volna raknunk a kezünkből valamiért, ugye? El kellett volna raknunk kezünkből azt a füstölöt. Ami egy picit logikátlan, de mindegy. Sejtettem, hogy valami ilyesmi áll a háttérben. Life and death. I summon ye, whose blood I have brought. Fire and blood. Life and death.
You have summoned me, stranger. Why? Name's Geralt. Came to wake the ghost of Vladimir von Everek. Who you are, and why you've come matter little. For you'll not leave this place alive. Are you Vlad's ghost? Who asks after my grandson? It matters not, Honoratina. What I wonder is how this mortal obtained the family's blood. For von Everick's rise only for von Everick blood. True. Yet to my knowledge, only one of our line yet lives. Olgird. Then we converse with the man who spilt the blood of your grandson, Kestetis. Mean none of you are Vladimir? It's Olgird, his brother, who sent me. Yo. You will meet Vlad soon enough. Yet Olgird, you will never see again. No. Kill him, von Everick. For Olgird's blood. Nézzük, milyen erősek. Hát ti, srácok. Ezek úgy elég szépen sérülnek. Megvan. Jó, megkiabáljuk el. Ez most egy picit meglepett. My, my! Ordinary whoresons those von Everick, eh? Who are you? The rogue you seek. Vladimir von Everick, brother to Olgird. Forgot I cannot even scratch my stones. Though in point of fact, they've not itched much since I died. Didn't want to fight your family. They started it. I'm dead, not blind. I preferred to see how you'd handle those snobby pricks. And Grandmum too. Besides, what harm could you do them? They're dead as it is. Now tell me how you came into Olgird's blood. If you hurt him, I fear I shall have to kill you. Got it from a mutual acquaintance of mine and Olgird's. I'm here on a business. I'm a swithing corpse, with no interest in important matters, yours or any other buggers. The sole thing I miss is feasting, corporal diversion, so to speak. But alas... Oni-ra-di-da-da-da... Ami jelzik a kicsapongás... Oké... Hát ebből... Get a lot of visitors. At times, not often. Mi lesz? Szerzünk neki egy szellemcsont? The whole band comes out to play. Fun-loving family. True. We're famed for our love of revelry and rumbles. We von Everick's have brawled and raided for generations. It's tradition. Naturally, with raids comes loot. So we always had the means to celebrate right lavishly. Towards the end of my life was when things went sour. But no point poking at old wounds. Just days before I died, my brother claimed he'd found a way to dig us out, restore our state. Oké. Okay. Még az is lehet, hogy majd megyünk tovább. Tehát, hogy ez nem itt lesz megoldva. Your brother sent me. How is the old rogue? What I wouldn't give to ride by his side again. No chance of that happening. Could experience something else, though. Something a corpse should find interesting. Interesting? Out with it. What do you have in mind? Brum, 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 brum. Jó, hát dumáljunk vele, így van. Don't mean to pry, but just a little curious how you died. Eddig is szórakoztatjuk. Ah! No need to be shy. Folk love such stories. I'd love this one too, were it not to end with my death. So how'd it happen? On raids, it was our custom to storm the alderman's hut, and then order the local clods to bring us kegs of spirit. And provide willing wenches to squeeze,
and churn about. Then, sadly, an ambush. Outmanned 5-1. We were overwhelmed. They killed me. Lenyomtak minket, mint a bélyege. Between an upturned oak table and the stone floor. Ennél jobb szó nem volt rá. Úgy föltűnt. Jól van. Padlók közt ment szét a fejem. Hát ez igen, az pek. Mesélnék Olgirdről. Listen, feels like I should know Olgird better. Tell me something about him. Oh, a fantastic chap. A true cavalier. You won't find another like him in all Redania. The best there is for a drink or a brawl. We were pups when we started riding out on raids. Wet behind the ears. Borderland villagers shat their trousers at the very sound of the word Olgird. I was his second in command, leading a band of rogues who'd ride through fire for us. Sound like common bandits. Any difference? Us? Bandits? Watch your words. True, some of our swordsmen were mindless brawlers, but not Olgird. Always curious, took an interest in all things. He devoured books, adored paintings, and loved the most beautiful maid in the world. Oké. Okay. Érdekes, hogy ilyen... Nagyon mindegy. Menjünk. Listen, Olgird gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life. Is that so? Now that, sir, is a brother. I've been dead for years, yet he still looks after me. After my spirits. How much time do we have? Think one night should do the trick? Splendid. Wait just a moment while I hoist my saber and... Így fog velünk jönni, vagy? Vagy megtestesül? You're a ghost. Can't grab things. I keep forgetting. But how am I to revel and rock and funk? Can't lift a tankard to my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. Hát elmegyünk múzeumba. I go nowhere. You're to see I enjoy myself, correct? Well, then I gondoltam, igen, nem lesz ilyen egyszerű. How? Revive my flesh. No can do. Besides, body's probably decomposed. Vagy belénk fog szállni. I'll not go anywhere in this state. Srácok! Nem lehet, hogy erre van az, hogy később megyünk majd esküvőre? Igen, teljesen ez jutott eszembe, hogy valakit meg fogsz szállni. Fejezd be a nyavalgást és gyere! Nem hiszem. Ez a keríthetek valakit, akit megszállhatsz. Guess I could bring someone here, and you. You could borrow their body just for the night. You wish me to possess someone? Yeah. Say I agree. Whose body would I inhabit? Dunno. One of Olgird's men, maybe? Or a peasant who'd agree to do it for coin? Oh, no, no, no. I shan't crawl into the skin of some unwashed bandit or... dung-eating swineherd. Hát igen, gondoltam. I've a better idea. Gondoltam. Oh no, not gonna happen. Oh yes. Yes it is. Ja, és csak így egyszerűen. Ja, na, tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy... Igen, tehát hogy a tesója az nem is volt olyan szörnyű. Menjünk esküvőre, srácok. Death was a small price to pay to lie on a lap so lovely. And so near the wonders concealed a bit higher. Have you gone mad? Yes, as soon as I laid eyes on you,
Promise to stay and stroke my chin, and I shall spend the rest of eternity in a hound's body, trotting along by your well-turned calves. Geralt? What's happened to you? Geralt? I'm Vladimir. What? Blast. Fine, fine, give me a moment. Yeah, definitely don't like being possessed. You'd not have fainted had you not resisted so fiercely. Geralt, care to explain what's going on here? Olgit fivének hibája, az egész, bocsáss meg, Shin, nem kell ez. Sorry about that, Shani. That wasn't me. So who was it? Me. Shut up. I didn't say anything. Sorry, wasn't talking to you. Who to them? Jó, gyerekek, ez annyira klasszikus. To Vladimir. Geralt, there's no one else here. Seems your lovely maiden friend can neither see nor hear me. There's potential in that. Hagyd őt ki, ebből szabályok kellenek. Need to set a few ground rules. And I needn't do a thing save have the time of my life, which is exactly what I aim to do. You're testing my patience. As you are mine. Can you please explain what's going on here? Oh, fiery. Temperament matches the drapes. Listen, I'm supposed to show Vladimir von Evereck the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Are you saying you're possessed? Not at the moment. Just now he's standing next to me, coyly grinning at you. But off and on, he'll enter my body. So anything I say or do will actually be him. His mind, his intent. What if I want to talk to you, not him? Well, she should approach me and ask me to jump out for a bit. Just come up and ask him to leave for a while. I see. Splendid! Right no, then, yeah, less. Let's say you we leave this dank crypt. There's a charming grove nearby where kisses taste sweeter than anywhere else in the world. I take it you're Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Geralt. Geralt, unalmas alak, nem estémel toronyul. Geralt unalmas alak, jó lesz. My sentiments exactly. Between you and me, this Witcher fellow is an awful bore. Only sometimes. Ha! Seems we're kindred spirits. So, off to the nearest hedgerow. I'm afraid I have to turn you down, dear ghost. A shame. In that case, point me to the nearest brothel. I've got a better idea. Just before Geralt entered the crypt to summon you, I invited him to my friend's wedding. Good heavens. That's damn good luck. No better dancer in all Redania than Vladimir von Evereck. My ginger muffin. With me, you shall enjoy an evening to top all others. Wonderful. I must stop by my home first and change. So, we'll meet at the temple. Oh, I don't like the sound of that. Why not? I'm not fond of temples, see? When alive, I'd only set foot in one to loot it. And in death, I find I despise them all the more. Could we not meet after the ceremony, go straight to the feast? All right. Seems we've no other option. Splendid. Then I shall see you at the wedding manor. I must say, Witcher, a man could lose his head for a lass like that. And that comes from none other than Vladimir von Evereck, famed for his taste in women. So tell me, honestly now, man to ghost. Are you her paramour? For if so, you have my word, I shall keep my distance. But if not, then... the haylofts we shall devastate together. Érdekes, hogy ezt a játék így fölajánlja. Csak barátok... Nem, tehát itt most...
a fölső lesz semmiféleképpen sem. Engedjük a közelébe. Csak barátok, mink sinni valóan sokat jelentett nekem. Let's say we were more than friends once upon a time. You tried to hide it, but I smell the tryst. I know a thing or two about men, you see. A shame, though. I'd have satisfied her well. But no cavalier would rot in another's garden. So, Witcher, time for the wedding? Let's go. Onward. I'll be right behind you. Ugye az én történetem szerint nem voltunk Shinivel. Oké. Zsokké. Na de viszont... Keep your paws off her. Jó, pillanat. Itt vagyok. Jó, igen, ezt akartam megnézni, hogy ez mi a figyfene. Illetve, hogy... Azt a füstölőt szerintem kirakhatom. Így. És akkor visszakerül az a morváltőlök. És nézzük. Nézzünk ide egy picit. Nincs megadva, hogy mikor. Csak annyi, hogy találkozzak vele. Picit nézzünk itt körül, srácok. Kripta. Grave robber. Tried to crawl in through the well. Broke his neck. Meaning the scabby runt wished to rob our family crypt. De megijedtem amúgy. Amúgyan, de megijedtem. És még mi van itt? De hogy honnan esett? Ja, hogy ott esett. Igen, ott a kút. De mi van még ittem? Jó, ezeket majd eladjuk. Mármint, hogy a nyerget. Még mindig ugye... Még mindig ugye gyűjtjük össze a pénzt. Igen, és akkor előző részben egy picit kevertem a szezont a fazonnal, hogy... Várjatok? Mi van nálam? Menjünk árdra. Nem lehet ott azt... itt áttörni? Szerintem nem, mert az pont az a másik. Igen. Az a másik terem. De azért megpróbáltam. Tehát, hogy kevertem egy kicsit akkor a szezont a fazonnal, mert akkor azt hittem, hogy Sánival megyünk a aukciós házba, de akkor úgy néz ki, hogy nem. Az egy másik vonal lesz akkor. Még jobb is így. Igen, akkor nem véletlenül mondtam, hogy akkor csináljuk ugye inkább ezt a Sáni vonalat. Egyrésztről, mert kíváncsi vagyok Sánira. Másrésztről, meg addig is gyűjtünk pénzt. Nem tudom elképzelni, hogy 30 ezernél több kellene mondjuk. Tehát nem tudhatom. Ez mi? Ó, hagyja rohadék! Gyere ide! Elég jól sérülne. Jól van. Még? Hoppá! Oké. Vonuljunk vissza, Gerard! Hagyjatok már lógva a nénikéteket! Rohadjatok meg! Nem hiszem el. A rohad köpködő mindeneteket. Most már tessék abba hagyni. Hol van Igni? Fúj, de undorítóak voltatok. Gyorsan még nyomjunk be egy kis Oliviát, és akkor... Hát nem, hát vissza. Jó,
Igen, tudom, még mindig nem néztem meg, hogy most hogy lehet azt esetleg berakni, azt a sárgát. Meg múltkor, ha jól tudom, itt valamit félre is néztem. Na, most már van egy tényleg egy elérhető pontom már, mint hogy ténylegesen van egy elérhető pont, amit el tudok költeni. Mert ugye itt volt, hogy elköltött pontok kettő, de teljesen kiment a fejemből, hogy az más. Bal alsó sarokban, hogy van egy elérhető pontom. Ugye arra gondolok, mert most tényleg nincs felrakva semmilyen mod. Ugye valaki írta, hogy, hogy ne egyes is, Isten, valami mód csinálhat itt nekem gondot. De nem. De nem. És én csak arra tudok még gondolni, nem néztem utána, hogy, hogy esetleg, hogy megjelenjen valami további sor, hogy itt el kell érnem valamilyen szintet. Hát, a francia tudja. Na, hoppá, következő szint, a felszerelés maximum súlya 60 értékkel növekedik. Jaj, de várjatok! Igen, hogy ez milyen, ez aktív vagy passzív. Ugye ezt már nagyon sokszor beszoktam, hogy basszus, hát ezeket ide nekem be kéne rakni, hogy ugye aktiválódjanak. A francia tudja, hogy ez most milyen. Ó, jaj. És ugye nem szívesen veszek ki bármit is most már innen. Mert ezek jók voltak a harcban. Habár mostanában én sokszor nem haltam már meg, srácok. Erősítés az alapból, az nagyon jó, hogy ott van. Ez a gyors támadásra vonatkozik. Ugye, izommemória. Így van. Ő mi is? Ez jó, adrenalin pont, azért az nagyon hasznos szokott lenni. Igen, és pont, hogy, hogy ez is nagyon hasznos volt, de mostanában nem nagyon szoktam használni. A jeleket meg irgalmatlanul hasznosak szerintem. Bonyolultá tettétek az életemet. Medveiskola nem, griffiskolát, hát esetleg griffpáncélt szoktam használni. Macskaiskola nem nagyon van. Azt hiszem volt, készítettem egy-kettőt. A francot rakjak be. Ez sem rossz. Amúgy. Igen. Meg ez sem. Szívem szerint ezt raknám, így első körben. Bizony, és jól gondoltuk, hogy ezt bizony nekem oda be kell rakni. Egyelőre vegyük ki őt, várjátok, mi van itt a jeleknél? Páncélolvasztás, szeretjük. Árd, szeretjük, robbanó pajzs. Őt is szeretjük, ha bár mostanában nem használtam. Tök kiment a fejemből, hogy mindig így berakjam most megint a Quent. De az hasznos, az kellene, hogy maradjon. És akkor a Quent erősség természetesen. Árd erősség, azt is szeretjük használni. Ignit, páncél és a söprés. Ez a két jelet én nagyon sűrűn szoktam használni. Oké. Várjátok, itt mi van? Lehet, hogy őt lecserélem. Ez a főzet mérgezés, ez jó volt egy időben, de igazából mostanában nem nagyon szokott gondot jelenteni a főzet mérgezés. Ő megmaradjon. Na, srácok, akkor megvan, hogy ezt a széles hátat, ezt kicseréljük erre. És akkor voilà, már meg is nőtt.
ezt én így nem szeretem. Nyaf, nyaf, nyaf. Oké, szipi-szupi. Szipi-szupi. Megvan. Ja, várjuk. Pókicáktól. Szedjük össze a összetevőket. Soha nem tudhatom, hogy... Mert ugye nem jegyzem meg, hogy esetleg miből van kevés. De... Végső soron súlyt nem foglal. Gyűjtsük be a jutalmat. Amúgy az a tippem, hogy szerintem így is úgy is érdekes. Itt is ki fogunk jutni. Tehát tulajdonképpen tök mindegy, hogy merre megyünk. Arra visszafele, vagy pedig itt. Átváltottam még mire? Átváltottam még mire. Hát ha még jönnek ilyen rohadékpókok. És meg tudom őket kínálni egy kis ignivel. Why do you pour through my ancestors' bones? On your way. Leave the dead to rest in peace. Ezt fogjuk tenni. Ki tudja? Ki tudja, hogy nem-e gondoltak arra a játékkészítői, hogy valamiért magam el nem fordítom őt. Nem. Hát, ha bervárjatok. Mégiscsak egy főküldetés. Ha magam el nem fordítom őt, és megölöm, akkor az azt jelenti, hogy nem tudom megcsinálni ezt a főküldetést. Ami azt jelenti, hogy a nagy főküldetésen fogom tudni megcsinálni. Hát... Mentünk egyet. És úgy megnézzük. Mert értitek, szerintem tök helyes a logikám. De hát ki tudja. Meg hát értitek, most ilyen 5 meg 7 koronákat szedünk össze. Jó, mentünk, mentettünk egyet. Srácok, legfeljebb visszatöltöm az állást. Gyógynövény, nem érdekel, illetve azért nézzük meg, hogy még itt mi van esetleg. Csak gyógynövény. Mert ugye látom azt, hogy a koporsó is ott van. Are you a witcher or a scavenger? Hands off the family heirlooms. Shut up, I do what I want. Jó, helyre rakta a Geralt. Az mi volt? Ja, az meggyújtás volt. Nem tudom, tehát szerintem, tehát jó a logikám. Persze... Megnehezítheti a dolgunkat. A szellem. Na és akkor itt vagyunk. Aha. Na ez volt az, srácok. Tehát megnehezítheti még a dolgomat. De végső soron úgy gondolom... What's it like? Don't want to know. If indeed I didn't, I'd not have asked. Go on, tell me. You wouldn't like it. Na, tehát hogy szerintem helyes volt a logikám, no. Those signs. I'd like to try one. What signs? Your Witcher signs. Never done it. Could be interesting. Rather not waste any time. Till the stroke of midnight, what I would rather is what matters. Nem sok időnk van. Jó, hol van itt a közelben? Egy óránk van éjfélig. Jó, tehát akkor menjünk ide. Szerencsétlentől már ne fosszuk már meg azt az egy órácskát. Jaj, nem mondod, most mi van? Várjatok, valamerre meg kéne ezt nekem kerülni, de merre? Jófele megyek, erre. Amerre nézek. Így. Szerencsétlenek, nem lesz sok ideje. Jó, és akkor... Most várjatok, merre van?
Non si vien már meg. Ez rohadt messze van még. Jó. Csak ugye ne nyílegyenesen nézem az utat, hanem mindenféleképpen egy picit kerülnöm kell. Ne adj Isten, nincs-e tényleg valami olyasmi... Jó, elmentettem az állást, tehát hogy... És utána még nem sokat... tötymöréztem ugye az idővel. De... tényleg... éjfélig van időnk. Fucking beast. mi van? Geralt, old chap. Mind turning your ass around and going back to the wedding? I was to have a bit of fun, not a bloody walkabout. Keep this up, and I'll get sore legs is all. Not quite what Olgierd asked for. Fine, we'll go back. Nem engedi a játék... Nem engedi a játék a gyors utazást. Oh. Geralt, old chap. Jó, átugrás. Átugrás. Fine, we'll go back. Átugrás. És visszatöltjük az állást. Itt már úgyis már olyan tök mindegy ennek a felvételnek, gyerekek, mert ugye el kellett tűnöm 5 percre. Játék betöltése. Tehát itt már úgyis vágnom kell, mert olyan tök mindegy. Azt mondja, hogy nem automatikus mentési helyeknek kell nekem, hanem itt a manuális. És akkor megyünk, ahogy tudunk, gyerekek. Tehát iparkodni fogunk, jó? Illetve, milyen hamar tölt vissza az állást? Ó, elég hamar, jó van. Meg gondoltam azt, hogy akkor ezt kivágom. De nem, már itt is vagyunk. Szépi-szupi. Na jó, és akkor menjünk is, gyerekek. Ez az. És érdekes, tehát ezt miért csinálta a játék? This whole witch's life. What's it like? Don't wanna know. If indeed I didn't, I'd not have asked. Go on. Tell me. You wouldn't like it. Gondolom, a lovaglás nem lesz baj. Your Witcher signs. Never done it. Could be interesting. Rather not waste any time. Ez már most nem figyelünk természetesen, ezek a párbeszédek már. Is what matters. Igen. Bloody fine mount. Good stance. Powerful. Tehát ezek a párbeszédek már végig mentek. Well, well. See, you know your horses. I should say so. My two greatest passions in life, mares and maidens. Gondolom régen az volt a ló, mint most a kocsi. Az emberek, a férfi embernek. Gondolom én. I remember that mill. Whenever Olgierd and I got up to mischief, we'd hide out in there. Once. Hopp, itt is vagyunk, ez az. Not so fast, Roach. Szóval érdekes, hogy nem engedte a játék a gyors utazást. No sign of her yet. We need to wait. This is very romantic. Fuck off. Behold! Wars have started over uglier wenches. Well, raids have been undertaken at least. True, she looks lovely. Let's go. Whoa, whoa, hold! Mean to go in, wearing that? What else? Have you seen how she's dressed? I'll not parade at that jewel's side in a rank tunic. You need a robe. One daren't attend a wedding in anything less. Don't happen to have a robe handy. What do you mean? What about that? Jaj, nem fogom ellopni. Jó ötlet, kész. Menjünk, csináljuk. All in all, why not?
Ah, that's the spirit. Érdekes, hogy azt mondta, hogy ez lehet, hogy spirit, miközben mint kellem volt kiírva. Értitek? Csupa szellem és csupa kellem. Tehát ilyen ezekben nem a szellem lett volna jó. It feels tailor-made. Pedig jó, a kellem az a kinézetet. One must wear shoes to a wedding. Hát, nekem nem tetszik, nem mindegy. Egy borotválkozás is lesz. Úgyja, and we must be neat. Sőt, nem sokára még új tetkónk is lesz. May they draw and quarter me if I've ever seen a lovelier lass. Nothing left of you to draw and quarter, alas. Doe eyes, a swan's soft, supple neck, and a waist so slim you could grip it one-handed. You're actually quite amusing this way. Figyeled, Geralt, sehol is hozzám képes, csak így tovább, ha jobban akarsz ismerni. Nem ez a figyelősó. You see? Geralt's been a pill, a nag. That all changes today. Dramatically, I'd say. He's never been very talkative to start with. He's been a fool. But I shall make up for that now. Will you marry me? A big step, but I will think about it. For now, we should simply enjoy my friend's wedding. May I please speak to Geralt for a moment? Whatever for. This evening is about my pleasure, not his. Just for a moment, then you can jump right back in. Be quick! I'll not stand here doing naught. I'm to enjoy myself. Geralt, I'm about to introduce you to the newlyweds. Please make sure your friend doesn't embarrass me. I can't make him do anything. All that nonsense is his. I feel like an ass saying it. I liked some of that nonsense. Jó, beszélgessünk. What, for example? It would do you good to be more relaxed sometimes. Relaxed? So you think I'm uptight? What I mean is, it would be nice from time to time if you could sit back and enjoy life, instead of going around solving everyone's problems. But what does... I don't understand. Of course you don't. You're as dense as year-old hardtack. Luckily, you've got me. Na, akkor menjünk. We'll talk later. Let's go to this wedding. Ezt már szeretném befejezni. Fun, this will be over. Finally, something that's not utter tripe. We shall dance till the break of dawn. You get till midnight and not a second longer. That's not enough. I shan't even get properly soused by midnight, let alone... Make an effort. I'm sure you'll manage. You get to frolic and carouse till midnight. That's our deal. Then there's the capping. Then you go back where you came from. Szigorú. So be it. This way, my strawberry. Ezt a hülye ruhát. Hello world, I'm back. Jó, srácok, remélem nem kell semmit csinálni. I'll be damned. A proper wedding. Overladen tables, plenty of worthy drinking companions, and a swarm of fair maids. De a mennyasszonyt. But none compare to you, my dear rhubarb. Beware of the dog, Shani. Judging by the size of its house, the mutt must be big as a horse. Thanks for your concern, but the doghouse is empty. They let a man-eater like that run free? Have the wedding guests been warned? Seems we are indeed in a cracking good time. Oh, what a lovely rowan. I remember making necklaces of the fruit when I was a child. Ah, the berries make for splendid hooch. Olgird and I brew it in our teething years. I shall introduce you to the newlyweds now. Try to behave. For you, my rowan petal, I'd do anything.
Hát nem. Come. Time to meet and be greeted. Van Witcher érzék? A step from your side. Van. Nem látok semmi érdekeset, de menjünk akkor. Akkor először a mókust. Once more, all the best in your new life. Thank you. It's us now. Dearies, blessings rain down upon you. May you live in health and happiness. Harmony and love forever last betwixt you. Thank you, from the bottom of our hearts. Now go, enjoy the feast. Our turn. De tudok valami választani? My dear friend Aldona and her chosen one, Jonas. It's an honor. The sun shine brightly on this new path in your lives. I am Vlo. This is my friend of yesteryear, Geralt of Rivia. Yes, tis I, Geralt, a witcher. Heartfelt thanks for your hospitality. I adore weddings. The brides especially. So fragrant, so tasty, I could... Righto. I'm sure we'll all have a splendid time. Bulizzunk, miért pont őt választottad? Hozománya csíros, legalább honnan ismeretségét? Tell me, Aldona, how is it you and my dear Shani know each other? We met in Oxenfurt. Shani. Both studied medicine at the academy. Wondrous times. Over quickly in my case, alas. My family couldn't afford to keep me there. I was forced to return home after 1 year. It's never too late to pursue an education, my dear. Your husband is certain to help you complete your studies, provide the necessary coin. I don't know. We've not talked about it. Come, Jonas, surely you've not taken Aldona as a mere diversion for the alcove. Ebből még beszekedés is lehet. You not? That is between me and her. You needn't butt in. But I'm not. I merely ask. See, I've come to love your wife like a sister. So I ask you as your brother-in-law, will you help her? I'm sure we'll discuss the matter. That's my lad. You're a right decent chap, I knew it from the start. Na jó van, srácok! Ha esetleg mégsem egymáshoz illenének ez a párocska, akkor nem kötelességünk még most. Habár már megvolt az esküvő. Ez már csak a mulatság. Ajajajaj, akkor ne rosszalkodjunk. Most beálljanak el. De beszélgessünk, na. Aldona seems a curious choice for a bride. Did she come with a hefty dowry? I assure you, Witcher, my choice had naught to do with coin. Jonas' family is far better off than mine. They're a textile manufacturer. It took a lot of convincing to get Mother to agree to our, as some would have it, best alliance. Tuh, you never told me. Whatever happened to fortune is of no import to me and my family. It isn't. Jonas told me the same. That your background doesn't have Mindig tovább beszélgetünk. Not at love's first blossoming, but give it time. 5 years and you'll find few things that don't bother you. Nem lesz itt esküve. Várjatok, viszont ha nem lesz esküve... I don't know where you're from, but in these parts... Akkor a mulatság is elmarad? Insult? I'm merely warning you. Know a thing or two about life, you see. Geralt and his jests. He has a strange sense of humor. Very strange, I'd say. Jaj, srácok, tehát, hogy nehogy az legyen, mert most én benne vagyok ebbe a gonosz kis mókába, de nehogy az legyen, hogy itt elmarad az esküvés, akkor végső soron ő semmi mulatsága nem lesz. De én most benne vagyok a mulatságba. Aren't you an extraordinary beauty, my dear? Why, thank you. You had your pick of gents, I'm sure. Where is this going? I'm attempting to discern why she chose you, Jonas. Mean you don't approve of my wife's choice? I've no skin in this game. I ask out of pure curiosity. Well, rein it in, or I shall have to explain my wife's choice to you, hands on. Out of pure pleasure. Why so testy, friend? Have I insulted you? Merely told your wife she was a beautiful woman, yet here I'm threatened instead of getting thanks. Have some manners. Geralt, that's enough. She simply fell in love, that's that.
Jonas, I'm sure my friend meant no offense. Jó, srácok, hát akkor, akkor bulizzunk. We've chewed the fat enough. Time's a wasting. Are you expected elsewhere? Me? Ha! I simply cannot wait to sample your liquors and dance with the local matrons. Jonas and I invited more than a few lovely maidens. Perhaps one of them will catch your eye. Oh, that's for damn certain. And perhaps you will catch one of their... It'd be nice, certainly, but I shan't be terribly bothered if it's not the case. Come, let's drink. Na, jól van, hát azért mégsem volt ez annyira szörnyű. Jaj, hát akkor legközelebbi. Nem, azt... Várjátok, most mi a franc van? Most... Nem, nem akarok ilyen elfoglalkozni. Táncoljunk. Nem, akkor hol van? Ja, itt van, de. Jó, mehetünk. Nem akarok munkával foglalkozni. Az a feladatunk... Várjátok, 16:30. Érdekes most az idő. Törpeltünk beszélgetni? Hát igazából szerintem nem. Evés. Na, de nem jelenik meg. Ja, hogy az... az fölöttünk van. Most látom a jelölést. Jaj, de fáraszt ez a... mulatozás. Ott van valami. Nem, az nem az. Valahogy... Aha, ott van. Na, srácok. Nézzünk már ide föl. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. Then let's. How so? Just like that. There are. Leülés. De miért séni jön utánam? Na mindegy, üljünk le. Just like that. I'm all ears. What would you have us talk about? I'm sorry, converse about. Well. Right down to it. Yes. You see, the thing is. Come now, spit it out. I. Yes, just as I thought. Come, it's time we return. As it's just as you thought. I find you intimidating. Loudly lowing cows only ever give a little milk. I've only ever dealt with simple maids, whereas you're a surgeon. I believe I was right not to just take you and... Well, I was right to take the more romantic approach. Most figyelni erre is, meg arra is. Now come, we were to enjoy ourselves. Drink with us! Keres, találj már neki valami csaj. To your fair beauty, and to yours, Shami, naturally. Hogy, na, arra gondoltam, hogy ez a párna dolog, ahol fenn voltunk, az akkor lett volna... tehát akkor történt volna bármi is, ha engedélyt adok neki arra, hogy ugye Shani van. Of all these flowers, you, my dear, are the loveliest. Believe the young man's mistaken me for another. Akkor menjünk tovább. I like my women as I like my peaches. Fuzzy. Right. Ők a munkások. Nem akarok vele foglalkozni. Look. Mi? Munchkin's playing cards. In the mood to lighten Geralt's purse? Geralt won't mind. He's wild about cards. Félszerzett. Ja, hogy itt lehet kártyázni. Aha.
perhaps you'd care to sit down to some Gwent with us. Most certainly would. You needn't ask twice, Bridget. Nor need for insults. Hagyjuk a személyeskedést, ami szerintem sajnálom, menjünk. I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else would you have me do? Bring him flowers? I'd have you play and stop talking. Let us play, gentle folk. What's your wager? Everything. The whole lot. Nem áll! Az a mi pénzünk! You shall see many new sides of me this night, my dear. Many large sides. Shani szerintem flörtöl a... Normally we play, but the loser's got to wear the S ears. I needn't care, I shan't lose. Szellemmel. No, bla bla bla. Jaj, de gyerekek, én ezt nem akartam. Játék feladása, basszus. Á, ezt nem hiszem el. Na jó van, nem a szörnyekkel leszünk, hanem megyünk akkor a Észak királysággal, és nem is nézek át semmit. Játék indításom. Hát én nem erre számítottam, na mindegy. Szívem szerint már húznék. Nem kell ennyi dermesztőfagy. A parancsok kükürtöket viszont nagyon szeretsem, de abból sem kell ennyi. A kémlap az nagyon jó. Ő is északi királyságokkal lesz. Várjátok, a dermesztőfagy az végülső soron csak akkor jó, ha nincs túl sok közelharci lapom. Van közelharci lapom, de ezek hőslapok. Akkor marad a közelharc, a dermesztőfagy. És a kürtösök azok nem erősítik viszont a hőslapokat. Tehát egy kürtöslap bőven elegendő. Ja, vártok, itt van egy Zoltán csivé közelharci lapom. Azt viszont bármikor visszaszedhetem. Na jó, akkor maradjon az, hogy egy pancsok kürtös is lerakok. Jól van. Most egy picit kezd kapkodós lesz, bocs. Ez egy picit kapkodós lesz. Oké. Egyből egy olyannal kezd. Nem mondod, ezt nem is vettem észre, hogy van egy ilyen lapom is. Nem is... Igen. Sok múlik azon, hogy mikor fogom lerakni a fagyomat. A álcalappal ugye nem lehet visszaszedni a hőslapokat sem. Rakjuk le őt. És szedjük vissza álcalappal. Utána, hát jól lenne tudni, hogy ő még mit fog lépni. Őt biztos, hogy nem fogom visszaszedni, mert ő kémlap. Végső soron egyetlen egy ijász lapon van akkor, meg a csivéj, akit a kürtössel tudok erősíteni. A vezérlapom az most, el is felejtettem, hogy az mi. Mi van berakva. Jó, kezdésnek legyen ő. Várjatok. Nem, inkább ő. Mármint, hogy ő. Nem. Tehát vagy a csivé, vagy ez a ijász. Ez, hogyha messze visszabeszélsz. Mert valamikor ki kéne játszom a fagyot is. Amúgy meg tök felesleges, ha nálam van, értitek. Viszont ha ugye van neki időjárás lapja, akkor az bármikor ő azt megszüntetheti. Tehát őt valamikor a végére kéne tartalékolnom. Na jó. Van két kémlapom. Teljesen tök mindegy, akkor kezdjünk egy mondjuk ővele. Mégiscsak.
nullát ér, és egyből kapok ugye lapot. Nem mondod, nem mondod, nem mondod a kis rohadék. Azt a durva. Jó, mit kaptam viszont? Ha jól látom, akkor őt. Akkor rakjuk le őt. Kapott két lapot, semmi probléma. Húzzam most az időt, várjatok. Tehát most úgy gondolom, hogy most a fagyot ácsi. A fagyot azért fú, basszus, mit csináljak? Én, mert én vezetek. Lerakott nekem ugye egy kémlapot, ami 4-es erősségű. Igaz, hogy ő kapott lapot, de hát még nekem is van kémlapom. Tehát ez no problémo. És most azon gondolkodom, hogy mit csináljak. Ugye álcalappal visszaszedhetném az ő kémlapját. És akkor lerakhatnám az ő sorába. Semmi gond, mert ugye az ő oldalát erősítem, és akkor lerakhatom a fagylapot is. Igen, csak akkor mi a francnak raktam le a csivélylapot? Mert akkor azt is gyengítem. Szedjük vissza a kémlapot, az túl sokat, tehát túl jó ahhoz, hogy kémlap egyrésztről. Jó, menjen a francba a játék, mit csinál már? Ez milyen dolog? Ez mondjátok meg őszintén, ez nem csalás már? Hát ezt nem hiszem el. Tükörbe játszik a gép. Pedig én szoktam tükörbe játszani. Jó. Úristen, két fagylapot kaptam. És passzolt az ellenfelem. Ez érdekes. Én vagyok. 5-4. Én nyerek. Akkor körkihagyása. És én kaptam új kártyát. Ott van a tehén. Ő mit is csinál? Elfelejtettem. Ja, hogy eltávolításra kerül a csatatérről. Jó, csak most már nem tudom eltávolítani. Nem mondod. Ó, hogy dögölnél meg. Mert ugye mivel távolítsam el a csatatérről? Ha csak nem a gép olyan hülye, hogy eltávolítja a csatatérről. Na, jól van, fiúk. Hát akkor én amondóvalék. Hogy... hát... van esélyem megnyerni ezt a kört, szerintetek? Nagyon sok lapja van a gépnek. Bármi lehet, bármi lehet. Ha a kürtöst lerakom, ugye olyan sorra érdemes lerakni a kürtöst, ahol természetesen nagy erősségű lapjaim lesznek. Az pedig ez a kettő. És ugye mivel van két fagylapom, ezért teljesen felesleges leraknom a közelharci egységeket, az a baj. Azt az egy darabot, ami van. Jó, további. Jó, most fogjuk lerakni a fagylapot.
És az a jó talán, hogy ha van neki időjárás módosítója, akkor még mindig van egy fagylapon. És játszassuk ki a géppel a lapokat. Semmi gond. A kürtös lapot bármikor lerakhatom. Az igaz, de viszont... Várjatok. X. Aha. Jó. Ez most azért jó, mert akkor a... Na, hol vagyok? A kürtös lapot az íjászokhoz rakom le mindenféleképpen. És a vezér az majd erősíteni fogja az ostrom egységeimet. Jó? Elkezdte lefelé dobálni a hőslapokat. A gép. Lassan majd nekem is majd meg kell csinálnom. Vártok, viszont időhúzásnak nagyon jó ez a tehénlap. Mert csak időt húzom. Tök mindegy, hogy vissza tudom-e szedni vagy nem. Tehát amikor ez a kártya eltanulítás kerül csapatéről, megidéz egy nagy erejű új egységlapot, ami elfoglalja a helyét. Jó, hát ezt ugye nem tudtam, hogy ezt meg fogom kapni, ezért ugye én már sajnos kijátszottam a felszedő lapomat, a csalit. Jó, de viszont időhúzásnak tök jó ez a harci tehén. Jó. Nehogy visszaszedje a szemét, hogy még van neki csalilapja. Mert ha van neki csalilapja és visszaszedem, akkor megint egy picit ő kerül előnybe, ugye? A kártyák számával. Jó. Hát viszont... Jó, de hogyha meg csal a gép, akkor értitek, úgyis tudja, hogy nálam van ez a lap. Olyan tök mindegy. A vezérlapot is, ha lerakom, akkor azzal is tudok időt húzni viszont. Jó, játsszuk ki a vezérlapot. Én most ugye azért vagyok egy picit bátor, és lehet, hogy ez nem túl jó taktika, hogy én most ezt a kört szeretném megnyerni. Mivel az első kört már megnyertem ugye a gép által. Tehát hogyha én ezt megnyerem, akkor kész, ennyi, megnyertem. Csak viszont ha a gép meg nagyon elhúz, akkor lehet, hogy jobban megéri föladnom ezt a kört, és átmenni a következő körre. Mivel ugye, akkor csak döntetlen lesz. Ó, és azért, na. És azért jó lenne tartalékolni a következő körre ezt a lapot, amit a vezérlappal kijátszva, ugye, meg tudom erősíteni. Rakjunk le egy ilyen hőslapot? Bizony. És ezzel tudok választani. Hát tök a csivét tudom visszarakni. Visszavenni. Ó, basszus kulcs. Jó. Ezzel sokat nem értem el. Mert saját magamat legyengítettem. Mit rakott le? Megint egy hőslapot. Szerintetek, ha lenne átszalapja, már lerakta volna a gép? Nézzük meg. De dögöljön meg, ha a gép, ha ezt föl fogja szedni. Mert ez egy nagyon jó kémlap, értelemszerűen. Az a baj, hogy megint közelharci egységeket kaptam. Van két közelharci egységem. Le tudom őt még egyszer rakni? Például csak az időhúzás miatt? Végső soron le? Tehát időt húzni tudok vele? És...
És értitek, a következő körre hiába viszem át a fagylapot, ha ezeket most nem tudom kijátszani, mivel nincs értelme. Viszont, hogyha ne adj Isten föl kell adnom ezt a kört, akkor még mindig ugye ők érnek valamit. Ti 9-et. Az is igaz. Na jó, mindegy. Aj, nem tudhatom, hogy nincs-e időjárás módosító lapja. Rakjunk le egy hőslapot. Az biz a szíperős lap. Lehet, hogy kijátszom most a vezérlapot és ezt a két lapot. Az azért az nem kevés lesz. Ja. Jawohl. Jawohl. Jó. Vezérlap. Várjatok. Ugye a kürtös lapot bármikor lerakhatom. De viszont, hogyha a vezérlapot nem. Értitek? Arra gondolok, hogy az összes ostrom egységed erejét megduplázza, kivéve a panos kürt is van abban a sorban. Értelemszerű. De mi van akkor, hogyha most lerakom a vezérlapot? Ez az a baj, hogy ilyenre nem emlékszem, hogy volt-e ilyen precedens lerakásom. És utána rakom le az ostrom egységeket, hogy akkor is fogja erősíteni? Értitek? Ha nem merem lerakni a vezérlapot, akkor rakjuk le az ostrom egységeket. Felperzselés lap. Az nem baj. Az annyira nem baj. Hűhűhú. Az annyira nem baj, srácok. Az annyira nem volt nagy gond. Pláne, hogy a... De az nem tudtam volna felszedni. Na jó, mindegy, akkor rakjuk le őt. Ó! 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 Ó, Biza! Akkor most rakjuk le a vezérlapot. Már csak azért is, mert azt nem érdemes tartogatni. Mert a következő körre nincsen akkor ostromlapom. Azt nézem, srácok, hogy mit jelent az ő vezérlapja. Az a baj, hogy nem jegyeztem ezeket meg. Alkalmaz. Most jön az időhúzás. Basszus, ha most van neki időjárás módosító lapja, még az a kettőből valami, akkor nagyon megszivattyúztam. Az a baj, hogy ezeket már hiába rakom le, ezek semmit nem fognak megérni. Tehát most arra gondolok, srácok. Várjatok. Viszont a következő körre lesz, szerintem ő fog új lapot kapni. Mert ugye ebbe a körbe én kaptam új lapot. Északi királyság ugye új lapot húz. 74-61. Ő 15-öt ér. Ami azt jelenti, hogy 76. Ezekkel semmit nem érek szinte. Tehát ez kettőt fog érni. Ajajajajaj, iszonyú nagy problémába vagyok. Iszonyú nagy problémába vagyok, srácok. Mert akár el is veszhetem. Tehát értitek, hiába rakom őt le, oké, egy picit előnybe kerülök, de honnan tudjam, hogy még milyen két lapja van neki. Lehet, hogy amúgy semmilyen, az is lehet, hogy időjárás módosító lapja van.
amit ugye lerak, sokkal erősebb az ő gyalogsági sora. Igaz, hogy nekem most akkor itt van, még utólag lerakhatnám, de hát azzal már megint mit érek? Ó, de jól lenne tudni, hogy milyen lapja van neki. És még a vezérlapját ki se játszotta szerintem. Tehát most vagy az van, hogy lerakom időhúzásként a fagylapot. Hát én pedig a mondó vagyok, srácok, hogy ezt a vonalat kéne megkockáztatni, mivel még egyszer mondom, hogy... 61, 71, 76. Ezt ha lerakom. Mm, 76, 77, 78. És tulajdonképpen 4 pont. Nem tudom, hogy milyen kártyája van. Már csak elég az, hogy te lerak egy 6-os napot, vagy egy nem tudom, 5-ös napot. Ó, basszus kutya. Jó, srácok. Játsszuk ki. Nem mondod! Egy lapja van! Mi az a lap? Mi a franc az az utolsó rohadt lap? Most nem tudom, hogy a gép milyen taktikát folytat, de most lehet, hogy valami tök hülye lapja van. Mivel most miért játszotta volna ki ő is? Lehet, hogy a gépnek is van egy olyan taktikája, hogy időt húz. És azért rakta le az időjárás lapot? Ó, basszus kulcs. Jó, de nem tudom. Ha élő személyen játszanék, akkor tudhatnám. Nem már. Kíváncsiságképpen rakjak le egy közelharci lapot? És akkor a gép kénytelen lerakni az utolsó lapját. És akkor én még mindig átmehetek a következő körre. Ja, de ő is viszont fog kapni egy lapot a következő körre. Ó, gyerekek, nézzük meg. Bocsánat, de... és mi van akkor, hogyha passzolok? Ha passzolok, akkor van egy hőslapom, egy nagyon durva hőslapom, amit nem tud visszaszedni, semmit nem tud vele csinálni. Van két közelharci lapom, amire viszont, hogyha neki van majd időjárás lapja, akkor azt semmisé teheti. És miért ne lenne még egy időjárás lapja? Fagy. És ne felejtsük el azt, hogy ő Északi Királyság új lapot húz. Basszus kulcs! Életbe. Jó, kör kihagyása. Egy lapja lesz a következő kör. És még fog kapni még egy lapot. Ha ugye átmenjük a következő körre, és új lapot húz, azaz új lapot kap, az lehet bármilyen lap is. Az a baj, lehet kémlapja is, lerakja, és akkor kap új két lapot. Viszont, hogyha én most ezt nem hagyom annyiban. Tehát 61, 76. 77, 78. Na jó, basszus, mégiscsak rakjuk le ezt a lapot, és rakassuk le a géppel az utolsó lapját. Mi ez? Jó, innentől kezdve akkor következő kör. A rohadék bizony, de jól csinálta a gép, hogy a vezérlapját még nem játszotta ki. És én itt most, én most már nem tudom visszahozni. Tartok a kör kihagyása. Ez hiba volt, srácok. El is felejtettem, hogy a királylapját még nem játszotta ki a gép. Ó, nem mondjátok, hogy ez ilyenkor is él.
Ezt nem mondjátok, hogy ez ilyenkor is él. Felperzselés lap. Egy. Van még egy lapja. Mi lesz az igaz az egy lap? Jól van. És ezt rakom le először, mert bármilyen lapja van végső soron, ha csak nem kémlapja van, akkor ezzel nem tudsz, már se fölperzsen, semmit nem tud csinálni. Ha csak nem kémlapja lesz. Na milyen lapod van, te gép? Nem hiszem el, dögölnél meg. Jaj, na jól van, és akkor lerakjuk. És akkor lesz, ami lesz. Oké, és mi az a másik lap? Megint kémlap. Dögölne meg a gép, mennyi kémlapja van? Úristen! Úristen! És hat. És... Jó van, dögöljön meg. Ezt nem hiszem el, gyerekek. Tudjátok, mi múlott, remélem. Csak hát ezt nem lehetett tudni. What do we do now? Feel good losing somebody else's coin? I meant to win, give you the coin. I've no need for it in the grave. But you lost, so now I've got to pay up. I say, he talking to himself. Roaring drunk already, that's it. Mennyit vesztettünk, gyerekek? All, hát all int mondott. Just a minute. Block needs a lesson. I say, he dons the cap and gives us 5%-ét, az 5%? Hear that? Úristen. Agreed. 5% is yours, and I shall wear the cap. Never fear. A man must do what a man must do, and Vladimir von Everex a man among men. Hear that? So sloshed he thinks he's Vladimir von Everex. Rogue's long dead by my reckoning. Exactly. Those ears. You look, interesting. Time to drink! We are at a wedding! Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My betrothed. Jó, srácok, nem tudok most nevetni. Valami miatt. It means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist. But it all ends as everyone knows it must. Ah, the merriment. Good show indeed. Ja, rohadt remek. Quite the lark this Gwent. Most nem tudom. Nem tudom, miről beszéltünk 32.000 koronában. Akkor meg olyan tök mindegy. Na jó, srácok, menjünk tovább. Ja nem, bocsánat, figyeljetek. Bocs. De, ó, Isten! De, mentünk egyet. Nekem erre nincs időm most már. Várjatok? Nem mentek rá. Inkább mentünk erre. Tehát egy újra. Jó. Megtörtént. Bocsi! De ezzel a gwentezéssel elment az idő. Sajnos nem hallgattam a női megérzésemre, és mentem át a kört kihagyva. Habár... Isten, menjünk arrébb, most gondolkodni nem tudok már. Kilépés a főmenübe. Hát a következő körre is, tehát most tök mindegy, hogy mikor lépek át a következő körre, akkor is megmarad a vezérlapjon a végső soron. Tehát én ugye amint passzolok, ő is passzol. Bosszant azért, na. Szerintem meg lehetett volna nyerni. Ha egy picit más, hogy taktikázok. Hamarabb feladom a kört. Tehát, hát nem tudom, nagyon mindegy. Na, srácok, volt gwentezés is, nagyon rég gwenteztem. Szerintem azért nem voltam olyan béna. Persze lehetett volna mást is csinálni, de... Így alakult. Mennyi az idő. Jó, és papikálok. Köszöntöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!